Sportág választót tartottak Kisteleken. Jánosi Adélt, a rendezvény szervezőjét kérdeztük. Nagyon szépen köszönöm a felkérést, hogy levezethetem ezt a mai műsort. Engedjék meg, hogy bemutatkozzak, én Kunhalm István vagyok, és 96 óta életem része nekem is Kistelek. Én itt kezdtem el sportolni, még a ProArtán stúdió keretein belül. És nagyon örülök neki, hogy ez a szerveződés összejön, hiszen a fiataloknak nagyon fontos az, hogy a mai rohanó életmód mellett szakítsunk ki nekik időt arra, hogy lehetőséget, illetve teremtsünk nekik lehetőséget, és próbáljunk meg időt találni és szakítani nekik arra, hogy tudjanak sportolni és mozogni, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy ez az egészséges életmód nagyon fontos szerves része. A mai napon több sportág fog bemutatózni, lesznek tánc, egyéb küzdősportok, művészettel kapcsolatos sportok, és nagyon reméljük, hogy minél többen összejövünk. Az időjárás egyelőre kegyes nekünk, úgyhogy kérem, mindenki érezze jól magát, és nézzen szét, hát ha megtalálja magának és a gyermekének megfelelő sportágat. Első alkalommal rendezte Kisteleken sportágválasztót. Jánosi Adélt, a szervezőt kérdeztük az egyesületekről. Igen, elérkezett végre a várva várt nagy nap. Kistelek első sportágválasztójának a rendezvényén vagyunk, és eljött az összes egyesület, akit meghívtunk. Összesen 9 egyesülettel találkozhatnak itt az érdeklődők. Nagyjából kik ezek az egyesületek, és mik a tapasztalatai, hogyan érzik magukat, mennyien vannak rajta, ilyesmi? Eljött a Szilveszter Egyesület, a hip-hop táncosokkal, a ProArt, a társas tánccal, a küzdősport egyesületek, a jiu-jitsusok, Kis András Egyesület, a birkózókkal. Itt volt a labdások közül, a Tisza Volán bemutatta a kézilabdát, illetve a láptólabdások pusztaszerről, éppen őket is láthatjuk, ahogy gyakorolnak. Az érdeklődők is nagyon lelkesek, szeretnék kipróbálni a sportágakat. Úgy látom, hogy érdeklődnek az edzések helyszínéről is, időpontjairól is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség a gyermekek számára is, a családok számára is egy jó kikapcsolódásra, illetve hogy esetleg bekapcsolódjanak az egyesületek életébe. Születő ünnepséget tartott a Városi Nyugdíjas Klub. A rendezvényen stábunk is részt vett. Bogár Imre története. Zavaros a Tisza, nem akar akadni. Az a híres Bogár Imre által akar menni. Által akar menni, Sikót akar lopni. Kecskeméti zöldvásárra pénzt akar csinálni. Kocsmárosné hallja, van-e söre bora? Megitatnám a vármegyét, hogy ne legyek rabja. Huncut a vármegye, nem iszik belőle, mert ez a híres Bogár Imre most van a kezébe. Láncot a zsiványra, kezére, lábára, de Duli Marcsa a babáját mágiába vár. Nézd ki, Marcsa, nézd ki, ablakot vírhangján, most kísérik Bogár Imrét, aranyper paripán. Arany az ablája, ezüst a kantárja. Az a híres Bogár Imre annak a gazdája. Harangoznak délre 11:30-re. Most kísérik Bogár Imrét a vesztő helyére. Harangoznak délre pont 12-re. Hóhér mondja Bogár Imre, álljon fel a székre. Felállott a székre, feltekint az égre. Te Istenem, sok rablási mosítnak eszembe. Kiapadt a Tisza, csak a sara maradt, meghalt szegény Bogár Imre, csak a híre maradt. Magon György összköszöntőjével kezdődött a Városi Nyugdíjas Klub születi ünnepsége. Szalai Józsefné, a klub vezetője, köszöntötte résztvevőket és hangsúlyozta a születi időszak fontosságát. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm mindannyiunkat itt ezen a mai őszi napon a születre való megemlékezésen. Hiszen a szület ugye elkezdődik nyáron az aratással, akkor a búzát születeljük. Majd ezután folyamatosan mindig valamilyen gyümölcs érik, majd a zöldségek, paradicsom, meg stb. Mi most ilyen őszi gyümölcsöket születeltünk,
meg őszi zöldségeket, ami az asztalunkban is, fogyasszák egészséggel, jó étvágyal, majd mikor lesz szünet, itt is van egy terülj-terülj asztalkám, hiszen az én klubtag társaim olyan aranyosak, hogy nekem csak ki se kell igazán gondolni, hogy mit szeretnék. Hívnak telefonon, hogy nekem ilyenem van, nekem ez van, elhozhatom-e, haragszol-e érte? Jaj, de hogy haragszom, hát hiszen milyen jó lesz, mennyivel gazdagabb lesz esetleg az asztalunk. Így történt ez most is a rengeteg fügyével, fölhívott papné, Icuka, és mondja, hogy szeretne, neki van fügyéje a kertbe, szeretne hozni. Mondtam, hogy oké, de leszünk 160-an, mindenkinek kellene legalább egynek jutni. Tudtam, hogy ezt fogod mondani, válaszolta ő vissza, de nagyon sokat leszületelt valóban, és majd itt fogyasszák el. Aztán jött Nagyné Zsuzsi, meg mindenki, kiszőlőt, ki paradicsomot, ki batáta levelet, tehát mindenki hozott valamit, hozzájárult ehhez a mai asztalhoz, vagy éppen a sósat sütötte, és még én is hozzájárultam olyan szinten, hogy megkérdeztem bent a lányokat az önkormányzatnál, hogy szabad-e nekem lopni olyan szép zöld virágokat a kertből. Hát azt én csortam a vázába, köszönjük szépen! És hát gondolom, hogy akik egy kicsit idősebbek, mert nem vagyunk idősek, mi fiatalok, még gyerekek vagyunk, azok emlékeznek rá, hogy így szület környékén a csőszök megjelentek a szőlőbe, nehogy valaki bemenjen egy-egy fürtöcskét lecsórni. Hát mit tanultunk valamikor kisgyerekkorunkban, hogy bunkos bottal jár az öreg csősz? Hát azóta már vannak ilyen dróttal körülkerített elektromos kerítések, ahova nem kell bunkosbottal csősznek lenni. Tehát benálunk nincs körbekerítve semmi sem így. A Nyugdíjas Klub énekkara lépett színpadra, majd Domonics János alpolgármester is üdvözölte a jelenlévőket. Jó napot kívánok! Én is szeretettel köszöntöm minden kedves Nyugdíjas Klub tagunkat és meghívott vendégeinket más településekről. Isten hozta őket a tiszteleken. Külön tisztelettel szeretném köszönteni Szalai Marikát és a Nyugdíjas Klub vezetőségi csapatát. Először is szeretném megköszönni a meghívást magam és a képviselőtestület jegyző úr nevében. A születről, ha megosztom a gondolataimat, akkor nekem csak pozitív tapasztalataim, emlékeim vannak a születről. Már az iskolában is minden ősszel vittek minket születelni, és egymással versenyezve nagyon sok szőlőt szedtünk. Itt Nacira nézve emlékszik, hogy visszettük mindig a legtöbbet, mert osztálytársak voltunk még a gimnáziumban, és nagyon sok pénzt tudtuk ezzel keresni az osztálykasszába. A családi vonása a dolognak pedig az, hogy édesapámmal és nagyapámmal pedig azért minden ősszel, szeptember hónap folyamán egy 5-10 mázsa szőlőből nagyon finom bort készítettünk így ősszel. Megtanították nekem, hogy hogyan is kell a hordót kiforrázni, vagy éppen kénnel, hogy kell kitisztítani, de vagy akár a mostot készíteni, és hát később pedig leszűrni. Szerintem ezek a dolgok azért a mai fiatalságra is ráférnének bőven. Hát most így idősebb koromban pedig már megtanultam ezt, hogy hogy is kell megkóstolni azt, ami ezekből készül. Úgyhogy igazából én önöknek csak ezt a ilyen kellemes tapasztalatokat szeretnék kívánni a mai napra, és nagyon jó szórakozást a mai programokhoz és a vacsorához. Nagyon jó egészséget mindenkinek. Köszönöm szépen! Sisák Istvánné és Vas Józsefné is megosztotta a résztvevőkkel őszi versét, majd pedig Paragi Dezsőnő lépett színpadra. Végül egy pohárköszöntővel zárult a születi mulatság műsora. A pohárköszöntővel Németh Anikó írta, az Ókuszta Szerik Szijjárdi otthonban lakó fiatal hölgy.
eljöttünk. Eljöttünk, hogy megismerjük egymást. Hogy mutassunk a világnak valami mást. Jól tudjuk, hogy mennyit ér egy jó szó, ami hozzánk méltó. Sokszor járok úttal a vitakon, egy segítő kéz nyúl felé, és én hagyom. Mert úgy lesz szép a holnapon. Elfogadni mindent, még annál is többet. Bármi a csodát, hát hol lesz. Hát eljöttünk, hogy megismerjük egymást. Egészség! Fennállásának 70 éves évfordulóját ünnepli, az AFG. A tanévkezdésről és az ünneplés részletéről kérdeztük Tóth Gabriellát. Fennállásának 70. évfordulóját ünnepli az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum idén ősszel. Ezzel kapcsolatosan kérdezzük Tóth Gabriellát, az intézmény igazgatóját. Köszöntöm Önt, mielőtt rátérnénk erre, kicsit beszéljünk is arról, hogyan is indult az év. Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, megköszönöm a lehetőséget. Ugye szeptember 1-én indítottuk hivatalosan a tanévet, mint mindig. Előtte a 9-eseink már részt vettek egy gólyatáborba, úgyhogy már egy nem olyan idegenül érkeztek ide a tanévnyitóra, azt gondolom, mint minden évben ez is jól sikerült. Kis nap volt, amit opusztaszeren töltöttek. Kicsit meleg volt ugyan, de nagyon vidám játékos feladatokkal ismerkedtek egymással. Úgyhogy megfelelő előkészítés után ugye elkezdtük szeptember 1-én a tanévet, és ez az ősz valóban egy kicsit még a szokásosnál is, mondhatom, húzósabb lesz, ugyanis a megszokott teendőinken kívül ugye jubileumot fog ünnepelni valóban a középiskola. 1953. szeptember 1-én indult ugye az első tanév, még nem is ebben az épületben, hanem a külső hétszín virágóvoda épületében volt az első 10 éves működése, ugye 63-ban költözött ide, és ezt az évfordulót fogjuk megünnepelni majd október 9 és 14-e között. Ugye akkor lesz egy ilyen úgynevezett jubileumi hetünk, amelyre sokféle eseményt tervezünk. Már majdnem készen van a hétnek a programja, úgyhogy addig, tehát nagyon sok előkészületet igényelt addig is, hiszen terveztük meg, tulajdonképpen már el is készült, és a nyomnában van egy évkönyv, amely felöleli a gimnázium, vagy a középiskola eddigi 70 évét, az itt lévő oktatásokat, ugye mindig másfajta szakképzés volt, indult mezőgazdaságival, postaforgalmával, és most jelenleg informatikai képzés van, megtalálhatok benne a vagy meg lesznek találhatók benne, ugye a visszaemlékezéseken kívül a pedagógusok, akik itt tanítottak, az egyéb dolgozók, és nyilván a diákokért is igyekeztünk mindenkit összeszedni, aki itt a 70 év során ide járt hozzánk, és itt tanult. Ugye ez is el fog készülni erre a jubileumi hétre. Egy ünnepélyes megnyitója lesz majd akkor ott október 9-én mind a hétnek, illetőleg itt addigra elkészül a szép új bejárata az iskolának, most ugye egy kicsit kaotikusak is a körülmények, ahogy elkezdődött a tanév, elkezdődött az építkezés is, úgyhogy az udvar és a bejárat átalakítása folyik nagy erőkkel, nagyjából addigra készen is lesznek, úgyhogy névtáblát fogunk avatni, akkor a jubileumi hétnek az ünnepélyes megnyitója lesz hétfőn, és utána tervezünk sportprogramot, elkészül egy szabadulószoba, amelynek az lesz a története, hogy egy kicsit feleleveníti az iskola 70 éves múltját, úgyhogy ezt egy kicsit ilyen rendhagyó iskola történeti kiállításnak szánjuk. Lesz pályaválasztási rendezvényünk, azon a héten tartjuk az AFG éjszakáját, amire ugye a 8-osokat várjuk sok szeretettel, illetőleg egy gála este vagy gála délutánnal zárjuk a hetet szombat délután, 14-én szombat délután, ahol már ugye nagyban folyik annak is a szervezése, illetve jelenlegi tanítványok, pedagógusok
fognak színvonalas, remélhetőleg színvonalas műsort adni, tehát várunk mindenkit, aki zenél, énekel, táncol, verset mond, lesznek nyilvánvalóan ott is visszaemlékezések, díjak átadása, tehát egy, ez is azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes délután lesz, majd azzal zárjuk itt a jubilómi rendezvénysorozatunkat, tehát október gyakorlatilag egy szűk, vagy egy pont egy hónap múlva kezdődik az eseménysorozat, úgyhogy ez még egy kicsit megfűszerezi így az iskola kezdésünket. Teherbicikli bemutatót tartottak a Vásártéren. Lazányi Etelkát és Lazányi Osolyát kérdeztük a délután részleteiről. A Molnár Péter Alapítvány teherbicikli bemutatóval egybekötött fenntarthatósági délután szervezett az érdeklődők számára. A rendezvény szervezőjével, Lazányi Etelkával és Lazányi Orsolyával beszélgettünk, aki pedig a kargonómiától érkezett ide Kistelekre. A fő célja a rendezvénynek egy kicsit a teherbiciklik népszerűsítése, illetve a kerékpározás népszerűsítése, és kitértünk egy kicsit a fenntarthatóságra és a permakulturális gazdálkodásra. Igen, mi a kargonómiától érkeztünk Budapestről, és mi egy olyan közösségi szerveződés vagyunk, ami fenntartható logisztikával, teherbiciklikkel foglalkozunk, és fenntartható gazdálkodással, fenntartható élelmiszer rendszerrel, agroökológiai alapokon nyugó élelmiszertermeléssel, és ezeket a témákat jöttünk el bemutatni a Kistelekre és a kisteleki közösségnek. Először is ugye hoztunk néhány teherbiciklit magunkkal, de teherbiciklikkel fenntartható módon lehet mindenféle nagyobb terhet, illetve személyeket, meg gyerekeket is szállítani. És azt vettük észre, hogy az emberek sokkal könnyebben nyúlnak hozzá ehhez a szállítási eszközhöz, aki tudják próbálni, és főleg a családok, gyerekek körében nagyon nagy sikere van, és szerettük volna, ha itt Kisteleken is ki tudják próbálni ezeket a bicikliket, és eddig elég nagy sikere volt, úgy tűnik. Ugye utána részt vettünk is ezen a biciklis felvonuláson itt Kisteleken, és most pedig az egyik kollégám, a kargonómia egyik másik társalapítója az agroökológiai gazdálkodásról beszél itt az érdeklődőknek, hogy hogyan lehet fenntarthatóbban élelmiszert termelni. Ugye már te is mondtad, hogy voltak, sokan jöttek családok Kistelekről, önnek mi volt a tapasztalata, mennyien érkeztek, családok, gyerekek, fiatalok? Hát vegyes volt az érdeklődők köre. Voltak családok is, jöttek családok is, illetve felnőttek, gyerekek, többen kipróbálták a gyerekszállítók is, biciklit is, és nagyon élvezték a rajta való közlekedést, és tettünk egy nagy kört Kisteleken, egy 40 percet bicikliztünk a teherbiciklik felvezetésével, és szerintem érdekes, nagyon érdekes volt a program. Közben lehet itt sütögetni egy kis kalácsot Parázson, illetve a bukoranitával lehet fenntartható kézműveskedést folytatni. Egy hektáron égett a száraz füves terület szeptember 12-én délelőtt Kisteleknél. A kisteleki és a szegedi hivatásos, valamint a kisteleki önkéntes egységek közös erővel folytották el a lángokat. A tűz esetben személyi sérülés nem történt. A szexszerű tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem okozott komoly károkat a környezetben. 700 négyzetméteren égett az aljnövényzet szeptember 16-án Kisteleken. A kisteleki és a kiskunmajsai hivatásos, valamint a kisteleki önkéntes tűzoltók közös erővel folytották el a lángokat. A tűz esetben nem sérült meg senki. A Csongrád-Csenád vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya az állatok világnapjára készülve egy játékos felhívást tesz közzé. A főkapitányság munkatársai az állatok világnapja alkalmából olyan kreatív képeket vár, amelyeken a gazdák és kis kedvenceik együtt szerepelnek. Az elkészült fotókat október 5-ig lehet beküldeni a barka@csongrad.polis.hu. A legjobb képek készítőit e-mailben fogjuk értesíteni, és ajándékcsomagokkal díjazzuk őket. A jutalmakat október 8-án 10 és 13 óra között a Szegedi Somogyi Könyvtár előtt felállított állatvédelmi standunknál lehet majd átvenni.